16 éven aluliak számára nem ajánlott. Minden tök vagánynak és tök menőnek tűnt, ami Amerikából érkezett. Repzene volt talán az, ami a legjobban hozta vissza az utca érzés és az utca flash-t. Jártunk mi is Volkswagen-eket lopdosni az autókról, de akkor már ugye... Igen, utólag is bocs. Szokták mondani, hogy a hip-hopnak a lüktetés az valahogy egyébként a szívverésnek a ritmusához így közel van. Syndicate lemez volt, az igazából 95-ben nyílt, és nem lehet kapni nem csak lemezeket, kazettákat, CD-ket, hanem ruhákat és graffiti is flakonokat. A nevem az azért lett Boba Crew, mert Boba Fett voltam, csak a Győr MX-nél találkoztam Boba Fett-tel, és csak mondta Győr MX-t, hogy Boba Fett, bemutatom Boba Fett-et. Kertész utca, keddenként este volt Luigi Quick biztosan zenélt. Én szerveztem Magyarországon a legelső Wu-Tang koncertet 17 éves koromban. Kicskék vagyunk! Összegyűjtünk a déli pályaudvarba, és mentünk, tényleg egy ilyen vagonokat elfoglaltunk. Emlékszem, hogy már nem bírtad ki, hogy odafele ne rúgjál be. Mentünk Gibisátra, hogy elindulunk ilyen freestyle valamint, ahol a Wolf ilyen indult, hát rettentő gyász, aztán kiesett egyből. A hip-hop az egy ilyen kompetitív dolog. Düböl írtam, haragból írtam, avval az energiával, két perc alatt. Lett egy időurai, ami aztán egy kollektíva volt. Valaki borról szeretünk, valaki keveri, valaki nekeri, valaki legyeli, vagy máshogy nevezi. Egy ideig együtt futottunk, aztán beefelni kezdtünk. Erről szemben... Jászom, Pepi. BP Underground 2018.